Kocki vagyok. Szerintem egy picit lazább téma lesz, mint az előző. Sokkal kevesebb szoftverfejlesztési terminológia, meg backend, frontend és egyéb dolgok lesznek, de azért így remélem, hogy sikerül megvillantani egy picit így a kávézásnak a technikai és tudományos oldalából valamit. Bemutattak már engem, hogy ugye én üzemeltem kávézót, Ádámmal még jó néhány emberrel egyetemben, de simán el tudom képzelni, hogy itt többen ismernek mondjuk engem különböző podcastekből, ilyen Connective, Connector és ilyesmi podcastek is kötetek a nevemhez, de itt most elsősorban, mint kávé geek igyekszem némi tudományosnak, remélem nem csak tűnő dolgot megjelenteni a kávéból, de csak egy kíváncsiságból, ilyen nagyon jó ilyen szalapon, ki az, aki ma jót kávét már? Kávé 90%, oké, okay, jó, rendben. Ki az, aki minden nélkül tej, cukor, ki az, aki feketén itt ezt, vagy legalább jó feketén ma kávét, így mondom. Hát ez kávé a kávéjóknak a fele, jó, oké, okay, rendben. Kávé ezt szokott vártam egyébként. Akkor még egyszer, hogy itt volt több kérdés az előző adásban, hogy ki az, aki ismeri a, most nem fogunk megegyezni milyen teóriát, én most azt kérdezném meg, hogy ki az, aki tudja, hogy mi az a ristretto? Vagy legalábbis van egy elképzelés, hogy mi az a ristretto? Egy, kettő, hát valaki mondja nekem valamit, mi a ristretto? Hamarabb végzek a kávét, hogy hamarabb kiadom a kávét. Mert ha így közöbben lehet a folyóban? Nem. Az jó, az nem egy az előadásom a címe, az így ezt az irányt vedíti előre, de vagy lehet, hogy rövidet. Elkezdem főzni. Igen, és abba hagyod. És hát én vagyok. Aha, oké. Okay. Vagy mielőtt elkezdtem nagyon hörögni, akkor meg már nagyon hörögés előtt valaki még hasonló, vagy ettől eltérő elképzelés, hogy milyen ristretto? Nincsen? Ki az, aki rendelt már ristrettót életében? Egy. Kettő, három, négy. Mi az elvárás, amikor ristrettót rendel valaki? Vagy amikor ristrettót rendelsz? Mennyisége, csak puskázzál. Puskázzál? De nem, most aki akkor rendelt el, mondjuk ugye erős rövid. Jó, ez körülbelül szerintem fedi a valóságot. Igazság szerint ebben az előadásban a végén fog csak visszatérni a ristrettóra, hogy azért adtam egy ilyen hangzatos címet, hogy mi a baj a ristrettóval, hogy aztán amiről beszélni fogok, az talán egy ilyen mindennapi helyzetre ad majd valami magyarázatot. Szóval három fogalmat szeretnék a kávézással kapcsolatban mutatni, és ezt abban bízok, hogy remélem, hogy azok is érdekes lesz az összefüggés ezen három fogalmak közül, amik mondjuk lehet, hogy nem is kávézik minden nap, csak talán így érdekes lesz, hogy mi az, amivel mi itt minden nap a kávézóban próbálunk nagyon precízen és tudományosan viszonyulni, és bízunk abban, hogy ettől konzisztens és finom lesz a kávé. Ez a három fogalom az erősség, a kávé erőssége, a másik fogalom az extrakció, és a harmadik ilyen fogalom a hozam. És igazából ezt a három fogalmat szeretném egy kicsit körüljelni. Kezdjük is ezzel az erősség nemű fogalommal, hogy mi az, amit erősség alatt értünk. Ugye itt felmerült a ristretto kapcsán, hogy ugye erős kávé, az a kávé erősségét más néven egyébként szárazanyag tartalomnak is nevezhetjük. Tehát, hogy azt, ugye ezt el lehet képzelni, hogy az ásványvizekben is van szárazanyag, teában is, minden levesekben, bármiben, ugye az a szárazanyag, ami a folyadékban, a nem folyadék rész körülbelül, ugye ezt angolul, vagy angolul érdekes, ezt TDS-nek, Total Dissolved Solids-nek hívjuk, és itt van, pont a képen lévő kis narancsárga eszközzel, ezzel az úgynevezett TDS mérővel, vagy refraktométerrel mérjük, képen látható módszerrel belecsöppentünk egy kis kávét a kis prizmába, csak egy ilyen fénytörés alapon megnézi nekünk, hogy a kávéba mennyi szárazanyag van, azaz milyen erős a kávé.
Ugye készítünk espresso italokat, ott a legfőső sor, ezt mi sátnak hívjuk, espresso italokat. Ezek ugye ilyen erősebb típusú kávé van, filter kávé, ezek gyengébbek. Tehát ez egész egyszerűen egy olyan objektív mutató, ez az erősség, mennyi a százalék tartalma, hogy más néven milyen erős a kávé. Egyébként a mérték egysége sima százalék. Pont talán a képen lehet is látni, coffee százalék TDS, ezt írja ki ez a csodás eszköz, annak az adott italnak 3%-a százalékban körülbelül, mondok egy pár hozzávetős értéket, pont ha jól láttam, ma az espresso 8,6%-ra, úgy jól mondom, igen, 8,61%-ra volt belőve, tehát a kis espresso csészével 8,6% szárazalék volt, a filter kávén körülbelül 1,35%-ra vannak. Ugye a filter kávé 2 deci, az espresso kis picike, tehát a kis picike 8% száraz anyag, a 2 deci 1% száraz anyag, az így hozzávetőlegesen koffein tartalma, amik már a filter kávéből összességében több van. Tehát ugye az erősség az csak az egy mondás, az a kérdés, hogy abban az erősségben mennyit iszunk meg. Ugye? Tehát, hogy itt van egy ilyen érdekes összefüggés az erősség meg a mennyiség között, de mindesetre az erősség az se nem más, mint a száraz anyag tartalma a kávéban. És akkor itt jön a következő, kicsit trükkösebb, ugye az extrakció. A kávé elkészítés, vagy sokan kávé főzésnek ugye hívjuk ezt, nyilván ez egy ilyen vitás dolog, hogy a főzés az ugye 100 fok felett, itt azért ritkán dolgozni 100 fok felett, de hát mindegy ez az elterjedt elnevezés. A kávé főzés túl ugye a víz, reakcióval a kávéval, ilyen olyan módokon, presszógép, filtergép, és a kávéból a vízbe kioldunk száraz anyagot. Ez maga a kávéfőzésnek a nagyon-nagyon tudományos folyamata. Most hány fokon, hány van, milyen a víz, hogy, stb. Ez nyilván azok a részletek, amit most nem lényeges, de az a lényeg, van egy képlet, ami nagyjából most, hogy ezt ki tudjuk számolni. Tehát az a lényeg, hogy a kávé, a darált, őrölt kávé szemeknek hány százalékát tesszük bele a vízbe a kávéfőzés, a kávé készítés során, és egyébként ezt úgy számoljuk ki, hogy van ez a százalék tartalom, hogyha lemérjük ezt a műszerrel, utána van az elkészült kávé tömege, ezáltal ugye ki tudjuk számolni, tehát hogyha értjük, hogy ugye nem tudom, van egy italunk, kávék, annak a nem tudom, 1,3% a száraz anyag, a teljes kávék 2 deci, akkor ezt a 2 decit beszéljük az 1,3%-ra, akkor el tudjuk kérni, hogy hány gram kávét szedtettünk ide a vízbe, ez lesz az extractive mass, és már nincs más, egy sima százalék számítás van csak hátra, hogy mi nem tudom, hogy felhasználtunk 20 gram kávét az a kávéhoz, akkor a 20 gram kávéból nem tudom, hogy 4 gram került vele az italunkba, akkor tudjuk, hogy ennek a 20 gram kávének mondjuk a 20-valahány százalékát extraktáltunk ki. Tehát ez egy ilyen gyakorlatilag teljesen sima, egyszerű matek, amihez ugye ez a műszer kell csak, meg a többi az, hogy a receptünk, amivel a kávét készítettünk, 3 gram kávéból 3 gram ital készül, és ezzel az extrakciós százalékot mondjuk. Tehát ugye volt a kávé erősségünk, ami azt mutatja, hogy csak meg tudom mondani a szárazanyag, és van egy olyan extrakciós százalékunk, hogy a kávénak hány százalékát tettünk át a vízbe. És most jön az, hogy miért fontos nekünk ez az extrakció, mint fogalom. Az van, hogy attól függően, hogy a kávénak hány százalékát extraktáljuk, attól függően lesz finom vagy nem finom a kávé. Tehát, hogy itt az a helyzet, hogyha alul extraktáljuk, savanyú lesz, van, ahol sós lesz, gyorsan vége lesz, egyszerűen egy ilyen üres, gyenge, egy ilyen élmény lesz a kávé, ez egy nagyon-nagyon kellemetlen dolog. Ha túl extraktáljuk, túl magas, akkor száraz lesz, szárító, kellemetlen, ilyen nehéz, egyszerűen ilyen túl súlyos, tehát ez is egy ilyen több kellemetlen élmény, és nyilván van egy ideális extrakciós zóna valahol, ahol édes lesz, komplex savai lesznek, összetett lesz, szokták azt mondani, hogy ez a transzparent nevű jelző, ez itt ugye arra utal, hogy egész egyszerűen lehet átlátható a kávé, világosak, el lehet különteni az édes ízeket, a savakat. Nyilván ez, aki ezzel foglalkozik, ez annak releváns, de itt a lényeg igazából az, hogy finom a kávé. Tehát, hogy van egy zóna, ahol finom a kávé, tehát nem mindegy, hogy hol, hogy mi az extrakció. És akkor igazából a hozam, az meg tök egyszerű,
az egész egyszerűen annyi, hogy az italunk végén az itt hány gram vagy hány milliliter. Tehát egész egyszerűen, miközben ugye ezt a gépet föltesszük, megnyomjuk, ugye itt elhangzott ez a kotyogósnál hamarabb abba hagyom típusú dolog, nyilván hamarabb abba hagyom, ez egy alacsonyabb hozamú ital lesz, amely később hagyom abba, akkor egy magasabb hozamú ital lesz, tehát ez egész egyszerűen csak egy kimenő gram, ezt szoktuk hozamnak hívni, ugye angolul ezt a yieldet szokták használni, van, aki gramban, van, aki milliliterben, de hogy az a lényeg, hogy igazából milyen hosszú az ital. Na és akkor igazság szerint van egy olyan, hogy jön össze ez a három dolog. Az erősség, a hozam és az extrakció. Ugye itt az történik, és majd ezt lesz egy kis mini animáció, ami majd remélem követhető lesz, hogy amikor elkezdjük készíteni a kávét, most tételezzük fel, hogy van ugye egy leülött kávénk, beleadtak egy sportafilterünkbe beleülött a kávét, letömörítjük, felrakjuk az eszpresszógépre, megnyomjuk a gombot, hogy na, jöjjön a kávé. És akkor mi történik? Ugye elkezd jönni a kávé, először egy ilyen iszonyú erős tömény, tényleg jön ki a anyag. Hát ugye még akkor a kávé olyan, mint egy teljesen ilyen, nem tudom, érintetlen szűz fó, vagy ilyesmi, tehát akkor még tényleg az eszencia jön be, és akkor ugye a csészékbe kevés folyadék lesz, de az baromi erős, tehát valahogy itt vagyunk ezen a grafikonon, hát még ugye nagyon kevés részét extraktáltuk ki a kávénak, de az viszont baromi erős, és akkor elkezdünk itt menni, és ahogy ugye megyünk előre, ugye itt a mód yield van, tehát hogy egyre több lesz a csészékben, az épp beleérkező folyadék erőssége szépen csökken, de ugye úgy oldjuk ki a kávéból egyre többet, szépen megyünk ezen a körben lefele, és akkor most itt van egy ilyen animáció, hogy megpróbálok kétszer eljátszani, ami nem szokott nekem egyébként sikerülni, itt azt érdemes majd figyelni, csak egy pár másodperc lesz, hogy ez azt mutatja, hogy megnyomjuk a gépet az eszpresszógépen, ugye az erősség, azt ugye már megerőleveztük, hogy ez szinte végtelen, az első cseppnek az erőssége az ilyen iszonyatosan eszenciális, és ugye ez így fogja mutatni, ahogy így mondjuk a sátor, hogy mindig megy végig az időben, és itt meg az extrakció, ugye ahogy ez körülbelül úgy néz ki egy ilyen, amely elindul, igen, megy a presszógép, az extrakció, az erősség ugye szépen csökken a belemegy, a tenik meg a csészén, mert viszont ahol itt van, és akkor ahogy az extrakció megy, és egy idő után már szinte csak víz jön, már nem jön az extrakció, az erősség már így ugye megy le. Tehát hogy van egy ilyen, hogy ezen a görbén haladunk, ahogy mutattam az előbb, most nem tudom, sikerül ezt még egyszer bejátszani, nyilván haladunk nem. Igen, talán sikerül. Szerintem ez egy érdekes összefüggés, most próbálni pauzézni, persze nyilván valamit se lehet. De tök érdekes, hogy mi történik akkor, hogy ezek hogy változnak egymáshoz képest, és ennek ugye az előbb az extrakciónál van egy ideális pontja, ahol az extrakció még nincs túl, még pont jó helyen van, de valószínűleg már túl hosszú engedtük, jönnek a savanyú vizek, az elején meg ugye jönnek a keserű vizek, és egyébként körülbelül ez így látszik így egy ilyen kicsit ilyen folyamat ábrán, hogy ugye itt még a kávé a nagyon alacsony részét extraktáltuk, de iszonyatosan erős, ezt itt meginnánk, ugye, ezt itt nem tudom, akarnánk meginni, de mondjuk be akarjuk inni. És akkor, ahogy megy tovább az extrakciónak a folyamata, úgy ugye veszít a kávé az erősségéből, de cserébe ugye egyre többet szedünk ki. Tehát hogyha, ugye, amikor sokszor szembesülünk itt azzal, hogy jön az a rendelés is jön, hogy kérek egy risztrettót, ami azt kéri, hogy hát itt hagyjuk abba. Tehát, hogy itt csak ezt a nagyon-nagyon keserű, ugye aluloldott részt, hiszen látjuk, hogy itt még nagyon, az extrakció nagyon-nagyon-nagyon alacsony. Tehát ezt az aluloldott részt, én hagyjuk abba az egész folyamatot, tehát hogy kvázi ilyen a legelején, és aztán ő azt kéri, tehát hagyjuk benne ezt az egész részt, ezt így hagyjuk benne a kávé pogácsába, ezt a jó részt. Vagy ugye van a másik fele, amikor azt kérik, ez a hosszú kávé, más néven ugye amerikánul, amikor még ugye súlyozott van az, hogy azt kérik, hogy engedjük sokáig, ami azt jelenti, hogy oké, körülbelül egyébként itt van valahol az ideális zóna, hogy ők jelenti pont 40-41 grammos espresszó, és akkor ne hagyjuk itt abba, hanem még extraktáljuk túl, és gyengítsük az italt a halálba. Tehát, hogy van egy ilyen édes, komplex, harmonikus ital,
De hogy azt mi még rontsuk el szándékosan azzal, hogy lényegében itt az mondjuk a plusz 10 gram, az már szinte csak víz, az erősség, az teljesítő erőssége csökken, egy picit még elszaktálni, de már minek, tehát hogy ugye az a dolognak így a másik fele. És akkor így végül is, hogy így ezt az egész szemléletet így valamiféle keretbe rendezzem, hogy ugye, hogy miről van szó, amikor a disztrett az elején, hogy válaszoljuk a képbe feltett kérdésre, hogy mi a baj a disztrettóval. Ugye az a baj a disztrettóval, hogy bár nagyon erős, de aludott. És szerintem ez az a dolog, amit most szerintem, ha ezt így kávé értitek, akkor többet tudtok, mint a magyarországi dolgozó bariszták. Hát 85%-a szerintem. Kávé reálisan. Tehát, hogy az, hogy valami alul van oldva és nagyon erős, az ilyen az embereknek ilyen nagyon nem intuitív, hiszen jó erős feketét, hogy ez megvan ez a vizet. Tehát ez a jó erős fekete, ez egy alul oldott dolog, ami nem egy jó ital. Tehát, hogy ugye túl erős, alul oldott és túl erős, és általában egyébként egyszerre keserű és savanyú is legtöbbször, tehát főleg ezekben a világos pörkésű kávéval, aztán végképp. Tehát, hogy ez és egyébként meg tényleg egyszerűen idő előtt megállított ital, tehát teljesen indokolatlan a létezése nagyon sok szempontból. Egész egyszerűen valamiféle ilyen berögződés a olasz autógrillben megjúlt, nem tudom, egy tisztettót, nem tudom, tehát valahogy minden, amivel egyébként az olasz kávé kultúrán belül sokkal jobb kávét főznek az olasz autógrillben, mint nálunk bárhol olasz kávét főznek, ez tény, de még az még továbbra is egy idő előtt abba hagyott, indokolatlan erős ital, és egyébként így ugye az a probléma ez az egésszel, hogy egy magára valamit adok kávézóban, az ki van számolva, hogy hol jó az ital, és ez nem véletlen, ez nem emögött egy csomó kísérletés, egy csomó tapasztalat van, nem csak a kávézóban dolgozó bariszták, hanem a, nem tudom, a specialty kávé iparágban sok éve, mondjuk nem tudom, 20 plusz éve dolgozó emberek, ezt nem véletlenül alakul úgy, hogy hol finom az a kávé. Néha rövidebbre van hagyva, néha nem 40 gram, csak 37, néha 48, de hogy ez az azért van ott, mert az ki van találva. Tehát, hogy amikor valaki bejön és azt mondja, hogy ristrettót kér, ez egy picit olyan, mint amikor ő jobban akarja tudni, hogy azt hol kell abba hagyni, mint az, aki évek óta ezzel foglalkozik, meg aki már előtte nagyon régóta ezzel foglalkozott. Ez kicsit olyan, mint az étteremben mondjuk egy nem tudom én milyen szuper szakácsnak a kitált receptjére, azt kéri valaki, hogy jó, rendben van, de még nyitjön, süssön rá egy tojást arra, nem tudom mire, és akkor hát nem az az étel, tehát ez ki van találva, tehát az nem véletlenül olyan. Persze nyilván ez ízlés kérdés, vagy valami, de hogy itt az a lényeg, hogy az a kérés, az egy olyan helyről érkezik, aki nem tudja általában, hogy itt milyen alapján állnak be a kávék, és miért olyanok, és miért annyira van engedve. Kedvenc például az, hogy nálatok volt még a spécióban, a bátyád mesélte nekem, hogy jött egy idős úr bent a kávézóba, és azt mondta, hogy kérnék szépen egy disztrettót. És akkor ugye két variáció van, vagy elkezdjük, hogy én most magyaráztam 2 percben a pultba, hogy de az nem jó, ez nem úgy, mert alulholdott, meg érti, meg extrakció, meg körbe, meg megy a... Nyilván ez ugye nem reális. Van egy olyan attitűd, ami, hogy akkor egyszerűen bólogat a barista, hogy rendben, csinál rendes eszpresszót, mint annak rendje és módja szerint van, és odaadja, hogy itt a disztrettó, hát most pedig ezt lesz. És akkor ez az idős úr azt mondta, hogy köszönöm szépen, ez volt életem legjobb disztrettója. És szerintem ez így kb. Meg is magyaráz, ez helyre is teszi, hogy hát igen, mert egy elrombott italt kitott egész életében, tehát amikor kapott egy italt, ami rendesen el volt készítve, akkor az ugye hirtelen sokkal finom lett. Beszéltük, hogy nem tudom, ki az, aki még így vállal kávét ilyenkor? 1, 2, 3, 4, ott van Jézus is, nem a helyet. Majd valami sors, hát én arra gondoltam, hogy ugye van ez az ábra, amit én itt ez, hogy azt szoktuk, ez egy ilyen kávés barista szerzői tréning gyakorlat szokott lenni, hogy fogunk egy eszpresszót, ugye mondjuk nem tudom, hogy általában idáig szoktuk ezt körülbelül készíteni, ilyen 40 gram 18-ból, és felszeleteljük, ezt szoktuk szeretelni gyakorolni. Tehát azt jelenti, hogy elkészítjük ezt, utána ami ezen van középső rész, és utána mondjuk a végét.
És ezáltal ugye meg lehet kóstolni, hogy mi történik itt, mi történik a középső részben, és mi történik csak a végén. Tehát ugye, hogy nyilván az ital egyben a legfinomabb, ez nem vitás, de mégis nagyon érdekes tapasztalás, meg az italnak a különböző szeleteit így megkóstolni. Most arra gondoltuk, hogy így limitált résztvételi lehetőséggel, hogy így mondjam, nem tudom, 3-4 ember, 5 ember is nem megint csinálni, hogy készítünk ilyen szeleteket ezekről az espresszókból, és akkor így meg tudjátok kóstolni, hogy néz ki ennek a folyamatnak az egyes folyamat része, hogy így mondjam. Egyébként szokták azt is csinálni, már ez ilyen, nem tudom, egy advanced dolog, hogy ezeket egyébként felvizezik ugyanolyan erősségűre, ugye itt a TDS, ugye ha elkezdünk vizet önteni, mondjuk itt nem tudom, hogy ebben, meg a TDS, ami mondjuk 15%, vagy valami ilyesmi, de az extrakció mondjuk 8, hogy akkor ha elkezdünk vizet önteni, akkor az extrakció marad ugyanannyi, mert a kálióban nem vonjuk ki, de hogy a erősségét azt tetszőlegesen tudjuk vízzel állítani, és úgy ugyanolyan erősségűre hozzák az italokat, és úgy kóstolják meg, tehát kiveszik egyet kivesznek a szenzori egyenletből. Egyébként szerintem most erre nem lesz szükség, mert egyrészt így tök macerás, és teljesen félrevinni. De én például nagyon kíváncsi vagyok, hogyha megkóstoljátok ezeket a szeleteket, amit most akkor mindjárt meg fogok elkészíteni, akkor melyik ízlik a legjobban. Tehát, hogy az első szelet, a középső szelet, az utolsó szelet. Szerintem ez egy igen. Csináljuk vakteszten, nem mondjátok meg. Nagyon szívesen csináltunk vakteszten, csak ez műfajilag olyan, hogy érezni fogjátok. Csináltuk, nem feltétlenül akarom menni, csak az egyik, tehát hogy szerintem lehet valami érezni, mert ez most pont nem, tehát nagyon nyilvánvaló lesz, hogy ízére marja az arcod, nincs íze, kettő között, tehát hogy így valami ilyesmit várunk, de hogy nem feltétlenül kell, hogy megmondjuk, vagy akár mi meg is keverjük nagyon szívesen rá a dolgokat. Az a kérdés, hogy mielőtt így elkezdünk szeletelni, van-e valakinek bármi kérdése, mert szerintem ez úgy jó, hogyha ha valaki érti, hogy egy kávé hogy lehet erős és aludott, akkor tök jó, ha valaki nem érti, akkor szívesen elmondom. Igen. Azt hiszem, kérdés, hogy ebben hol a barisztánk a szerepe? Tehát ő gyakorlatilag mit csinál? Aha, nagyon jó kérdés. A modern barisztáknak a szerepéről a specialty kávézókban azt kb. Egy más dolgot lehet kanyarítani, de azért jó a kérdés, mert a régi időkben, vagy a régi időket lehet érteni, hogy régi időkben, vagy régi időknek megfelelően tudok kávézókban. Ugye van ez a barista, az egy művész, aki nem tudom én, ott önti a látteártot, meg nézi, hogy folyik, és akkor itt szemre meg tudja állítani a presszógépet, meg valami. Tehát itt most mi nem igazán ebben hiszünk. A barisztának ott van a szerepe, hogy amit én most mondtam, hogy nálunk a kávé ma 18 g kávéból 41 g-os kimenő ital és 8,8-as TDS sem készül, hogy ezek a számok annyik, amennyik, ez ugye bármi lehet. Tehát ez készített volna 14-ből, 20-ból, lehetett volna 35 g, vagy 50 g, ennek megfelelően TDS lehetett volna 6 és 12 között akárhol. Tehát az, hogy ennek a pontos belövése, és az ezen belövéshez a öllők, a kávégépek hozzáállítása, ez szerintem az, ami magas színvonalon a szakmáját űző barisztának a dolga, hogy ezt kitalálja, megkóstolja, a kóstolásból a receptet újra visszakorrigálja, vagy azt mondja, hogy megkóstolom, aha, ez még egy kicsit savas, akkor húzzuk egy kicsit rövidebbre, állítsuk az öröből. Ugye a öröl állítással egyébként, tehát van ez a rajzunk, amikor az öröl finomabbra csinálta egy eszpresszót, akkor ugye, ahogy megy a kávénk, valahol ezen leszünk ezen a görbén, mondjuk ide esetleg valahol itt mondjuk, de amíg finom látjuk az őröt, akkor ez az egész görbe ugye följebb csúszik, mert minden erősebb lesz, és az extrakció is megnő, és akkor hogy ezen görbék közül melyik a finom, ennek a kitalálása, ez a barista feladata, utána ma már ezek a modern gépek, őrök, aminek kb. Gombnyomásra működnek, tehát hogy tömörítünk az olyan, hogy nem tudsz perdén tömöríteni, mert régen még ugye az volt, hogy azért tanulni megnyomtunk 12,6 kilóval, pont pánzomosan, nem tudom én. És így kicsit van egy kedvenc példám, ez a bariszta szerepe, hogy a régi bariszták, azok olyanok szerintem, ezek az olasz típusú ilyen olcsó bariszták, mint ma a taxisofőrök, vagy a régi taxisofőrök, hogy mekkora érték volt az, hogy azt mondta, hogy Kőbány a Kökörcsi utca, és akkor azt mondta ez egy Aki bácsi a Ladába, hogy ahogy ezt ismerném a Kökörcsi utcát, és az összes utcát ismerte, aztán megjelentek a navigációs szoftverek, és így okafogyottá vált ez a fajta
tudás, mint az is akkor fogyott el vált, hogy a régi barisztán között lehet, hogy volt olyan, aki tényleg szemre, mondjuk grammon belül tudott ezt veszélt húzni, ma meg így állunk egy 10 grammos mérleget, meg a gép automatikus adagolásával, és a gép az fél grammon belül, meg negyed grammon belül tud magától. Tehát hogy az, hogy valaki ilyen intuitíven jól állít, az nem ér semmit, mert lemérjük az erősségét, a gép automatikusan adagol, azért, hogy magától adagol, 10 grammonnal több precíz a gépnek a hőfoka. Tehát hogy ezen nagyon precíz, tudományos és konzisztens gépnek az üzemeléséből a jó kábel előadás az a barisztán. Azért. Oké. Jó, kérdezek. Szóval az erősség egyébként nem egyenlő a koffein tartalma. Szóval, hogy mérjétek a kávé, a száraz anyagban a koffein tartalmát? De, igen és nem. Tehát, hogy azt mondtam az elején, hogy van egy italunk, ami... Nézzük ezt, hogy mondjuk van egy italunk, mondjuk tegyük fel, van egy ilyen italunk. 32 gram, jó erős, hogy az egy erős ital lesz, de nagyon keveset viszont legbelőle, csak 32 gramot iszol. Tehát, hogy egy egész kis pici. Tehát, hogy hiszem a koffein tartalom, amit sokan félgetenek, hogy itt a fajlagos koffein tartalom a lényeg. Tehát egy ristretto furcsa módon keveset koffein tartalmaz, mint egy ilyen 2 decis filter kávé, amit egy ilyen kancsóban adunk, és egy ilyen teaszerű ital, több komplex, tényleg annyit egy teakávé, annyira erős, mint egy ölgétel mondjuk. De mégis, mivel az ugye 2 deci, ezért abban összességben, tehát fajlagos, hogy nyilván ebből innál 2 deci, tehát hogy csinálnánk 8 ilyet, és így összeintenünk vele, akkor megiszt, akkor így mentő, tehát ez így világos. De inkább én azt kérdezem, hogy különböző kávéfakból ürölt kávé. De egyébként a száraz anyagot ugye lemérjük ezzel. Tehát, hogyha mondjuk mit tudom, egy adott őrőállás, egy adott recept, egy adott kávéval eredményez valamit, és aztán mondjuk kávét cserélünk, amit majd lehet, hogy jövő héten fogunk, akkor az ugyanolyan őrőálláson más lesz az erősség, és ezt látni fogjuk, és akkor azt gondoljuk, hogy mi körülbelül abban hiszünk, hogy ilyen 8,5-9 közötti erősségű eszpresszókat ígyunk, mert szerintünk annak van jó kortyérzete, annak van mondjuk ott a legkomplexebb, meg ezen örülve, ezzel a vízzel, ezzel a géppel, stb. Szerintük ott a legfinomabb, nyilván ez nem egy véletlen dolog, de látjuk, hogy akkor ehhez korrigáljuk hozzá a receptünket, hogy a végén ilyen erősségű ital legyen. Tehát, hogy feltehetően, hogyha majd nem tudom, mi jössz hozzánk, akkor annyi megkérdezted, hogy nekünk annyi a tévés, és akkor a srácok meg tudják mondani, és valami hasonló tudnak mindig mondani, hogy 8,8, de lehet, hogy azt mondják, hogy ez most egy szám, ez etióp kávé, amúgy sokkal nem lesz, de hogyha majd lesz, és itt azt gondoljuk, hogy 8, tehát hogy máshol meg 9, és akkor egy kicsit több lesz a koffein, tehát a koffein tartalmat mi nem akarjuk belőni, mert abszolút a finom íz vezet mindent, és az determinálja már a többit, tehát a koffein tartalom az csak egy eredmény. Igen. És nem lesz számít. Igen, nagyon jó kérdés. Ezt pont ezen poénkodtunk, hogy itt mentek itt el a szakács kollégák, és akkor kérdezték, hogy és a vízről mennyit tudnál veszni, és akkor mondtam, hogy hát szerintem egy ilyen, nem tudom, egy napot körülbelül. Tehát a víz az kritikus, tehát ez így tehát elképesztően kritikus, főleg sok kávézóban azért a kritikus, mert olyan a vízszűrendszer, ami arra szolgál, hogy megóvja az eszpresszógépet. Tehát, hogy csinálod valamit, kiszed a vízkövet, aztán az ami, és akkor ahhoz kell állítani. Most mi abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben ezt esetleg a Igen. Ádám is, nem tudom, hogy ő is örülnek ennek, vagy nem, hogy egy olyan vízrendszerünk van, ami kinullázza a vizet, tehát kiüti üresre, de ezt víz közelivé, és aztán ilyen tartályokban különböző magnézium szulfátokból, meg különböző bikarbonátokból állítunk össze egy olyan vizet, amivel tudjuk a legfinom a kávét. De a probléma ilyen, most kedvenc csinálva, ilyen fehér fotókat töltök a kávéba, semmi gond, tök jó, ilyen, de nem adom.
Tehát, hogy ebből, tehát lényegében visszasózzuk a vizet gyakorlatilag, mert azt gondoljuk, hogy az egy az így főz, így kávéfőzés, hogyha a csapvízből patron csinál valamit, amit nem is tudjuk, hogy mi, erről már csapvízünket nem tudjuk, hogy mi, mert a legtöbb kávézó, majd azzal, ha nem tudjuk, hogy mivel nem tudjuk, hogy mi történt, azt beletöltjük az espresso gépbe, ami oké, nem fog tőle vízkeresetben meghalni, de egyébként itt ennyi. Na, ezt képest ugye egy korlátlan szabadság van ezzel a vízszűrőrendszerrel, ami viszont iszonyat para is, szóval, hogy ez meg egy ilyen túl sok szabadság, mert hány milligram magnézium, meg hány milligram kufter van benne, nem tudom én. Rengeteget kóstoltunk, hát szerintem most már egy két hónapja pörgünk ezzel. De ezt úgy kell elképzelni, hogy így semmi nincs itt, tehát hogy nem hogy asztalok, vagy székek, hanem még ilyen állványok, meg nem tudom én, meg ez úgy alig áll. Az egyik presszógép már működik, a vízszűrőrendszer már működik, még itt konyha még így izegomokban, meg nem tudom én, de mi már itt minden nap órákon keresztül különböző vizekkel kóstolunk különböző kávékat, hogy egész egyszer legalább valami körülbelüli képünk legyen, hogy így hol jó a kávé, meg mit kell beletenni a vízbe, és hát azt tapasztaljuk, hogy drámai hatása van. De most tényleg ez nem olyan, hogy mi érezzük már évek óta, hanem ez olyan, hogy most leadnánk egy olyat, amikor elbaszott vízzel csináltunk kávét, meg egy olyat, amit most mondjuk a mostanival, akkor egy égés fősz, hogy így bárki érezni, úgyhogy iszonyatosan sokat számít. Bár mondjuk a matekban egyébként kevésbé, tehát az érdekes. És hát ezt a tessőnál fogalmazásban, hogy ilyen ízőt keménység. Hát kétféle keménység van a karmát keménység, meg a teljes keménység, mind a kettő nagyon fontos, és kezdünk ilyen nagyon mélyre menni, de nagyjából lényeg az, hogy két fontos dolog van nagyjából a vízben, az egyik a magnézium, ami édessé teszi a kávét, delté, meg sejmessé, és van az úgynevezett buffer, ami a savasság semlegesítő képesség, ezek a világos pörkésű kávék, ezek alapvetően egy gyümölcsös savas kávét csinálnak, és hogyha ez a savasság semlegesítő képesség a vízben túl kevés, akkor ilyen savanyú, éles, ilyen gyógyszeres, igen. És az, hogy itt keresitek a vizet, vagy minden kávéhoznak keresitek a vizet? Jó, utána ezt megválaszolom. Tehát, hogyha alacsony a puffer, akkor nagyon savas lesz a kávé, hogyha meg túl sok a puffer, akkor semmi sav nem lesz benne, és azáltal, hogy semmi sav nincs benne, akkor vizeket sem nagyon érzünk, akkor ilyen napos, unalmas, ilyen sötét pörkölés, ilyen keserű lesz, az se jó, és akkor van egy ilyen ideális szint, ahol komplex, kellemes, de látjuk ott az ideális extrakció, körülbelül az lesz a jellemző. Tehát azon túl, hogy az extrakcióval el tudjuk szúrni, még a víznek kufferével is el tudjuk szúrni. Tehát az van, hogy valahol finom a kávé, és kb. Bármit csinálunk általában elszúrjuk vele. De néha így, és most azt mondom, hogy most már egy ideje elég jó helyen vagyunk. És egyébként az a víz, az igen, azt így a kávés szubkultúrában ezt úgy hívják, hogy az elnök víz.